Hétvégén a meccsek kanyargós, aszfaltos pályáin folytatódott a hazai rali bajnokság. A mezőnyben természetesen ott volt a Tobak Team Hungary párosa Mató Kádán, valamint Szabó Kátián, és nem kisebb céllal érkeztek a pécsi rajtceremóniához, mint hogy az első bükkfürdői futam után itt is besöpörjék a 8-as kategória első helyét. Pénteken a prológ után éjszakai gyorsasági szakaszokkal indult a meccsek rali érdemi része. Ádám számára újdonságot jelentett a sötétben száguldás, de így is fakétnél hagyta a mezőnyt, és több mint 3 perces előnnyel kezdték a szombatot. A 28 kilométeres Orfi gyorsan aztán utolérte a fehérvári párost a technika ördöge. Nem elég, hogy defektet kaptak, de még az emelő is összerogyott a Honda alatt, így majd 6 percet hagytak a pályán. Az ekkor már 4 perces előny gyorsan el is fogyott, és a kategóriában a kopasz szeles páros vette át a vezetést fél perccel, de őket is utolérte a végzet, így a Matók-Szabó páros kiváló hajrájuknak köszönhetően 1 perc 55 másodperces előnnyel megnyerte a versenyt. A viadal végén Herceg és Turán autója mellett Maток Ádám versenygépét is ellenőrzésre szólították, ami azt jelenti, gyanúsan gyorsak voltak. A rendezők azonban mindent rendben találtak. A meccsek rallin aratott győzelem újabb bizonyítéka, Maток Ádámmal igenis számolni kell a magyar rally első osztályában.